Apja a DNA-nál. Megindult a bűnügyi eljárás a volt miniszterelnök helyettes ellen. Előválasztás Székelyudvarhelyen. Arros Orsolya már kampányol, Bunta Levente míg a szabályokat vitatja. Szégyenlista. Közé teszik azoknak a névsorát, akik tartoznak az államnak. Köszöntöm Önöket a Híradóban! Megindította a bűnügyi eljárást Gabriel Opria volt miniszterelnök helyettes ellen a korrupció ellenes ügyészség. A procedúra azután vált lehetségessé, hogy szerdán a szenátus megvonta a szenátori mandátummal is rendelkező politikustól a mentelmi jogát. Opriával ma délelőtt ismertették a vádakat az ügyészség székhelyén, ezek értelmében visszaélve belügyminiszteri minőségével jogtalanul használta a közúti rendőrség erőforrásait a gépkocsiját felvezető menetoszlop biztosításához. Gabriel Opria, amikor elhagyta az ügyészség épületét, ismételten ártatlannak vallotta magát. Ez o anchetă în curs și nu pot să vă spun foarte multe lucruri. Folyamatban van a kivizsgálás, ezért túl sokat nem mondhatok. Amit mondhatok, hogy azért kértem, hogy vonják meg a mentelmi jogomat, mert hiszek az ártatlanságomban, és azt szeretném, hogy minél korábban kiderüljön az igazság. Hozzátette, igazságtalannak tartja az eljárást olyan körülmények között, hogy még szabadságot sem vett ki, a nap 24 órájában a román állam rendelkezésére állt. Élesen bírálja az RMDSZ ügyvezető elnöke Brassai Zsombor tegnapi bejelentését, miszerint Sór Zoltán a szövetség színeiben indul a polgármester választásokon. Kovács Péter hangsúlyozza, nyitva kell hagyni minden jogi lehetőséget arra, hogy a magyar polgármester jelölt élvezze az RMDSZ-en kívül a másik két magyar párt támogatását is. A Maros megyei szervezetünk elnöke eddig folyamatosan az összefogásról beszélt, most egy hirtelen fordulattal nem sajátíthatja ki a jelöltet az RMDSZ számára. Mi továbbra is kitartunk amellett, hogy Sós Zoltánt minden magyar alakulat támogassa, és továbbra is keressük ennek a keretét. Jelen pillanatban azt látjuk, hogy a valós összefogásra nem zárhatjuk ki a független jelölt közös támogatását sem. Meglátásunk szerint nem visz közelebb a célunkhoz, ha folyamatosan sajtótájékoztatókon jelentünk be újabbnál újabb gyakran egymásnak ellentmondó vagy megvalósíthatatlan elképzeléseket. Megkezdte kampányát a március 13-ára kiírt székelyudvarhelyi előválasztásokra Arrós Orsolya, aki a helyi RMDSZ jelöltjeként szeretne polgármesteri mandátumhoz jutni. Bunta Levente jelenlegi polgármesteri szeretne újabb mandátumot, ő azonban most az előválasztási szabályok változtatását kéri. Csütörtökön megnyitotta a kampányirodáját Arrós Orsolya székelyudvarhelyi polgármester jelölt aspiráns, aki a helyi RMDSZ-nek a jelenlegi polgármesterrel elégedetlen frakciója élére állt. A kampány a március 13-ára kiírt előválasztások előkészítését célozza. Ma mutattam be a kampányprogramomnak az első 10 pontját, vagyis 10 pontot ide kifüggesztettünk, az emberek tudnak rá szavazni, lájkolni úgymond. Az én programomat a székelyudvarhelyi emberek írják, és továbbra is számítok a véleményükre. A jövő héten pedig nyitott konzultációra is bocsájtom ezeket a konkrét javaslataimat. Az előválasztások megszervezését az udvarhelyszéki RMDSZ szervezet írta ki, a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Korábban olyan sajtóhírek röppentek fel, hogy Bunta Levente hivatalban lévő polgármester nem akar már előválasztásokat. Ezt azonban az érintett sajtótájékoztatón cáfolta. Azt mondta, csak azt szeretné, ha csupán az RMDSZ tagok szavazhatnának. Nem tartom helyesnek, hogy egy RMDSZ szervezetnek, hogyha van egy lehetősége, hogy jelölteket javasoljon, hogy ebbe itt az ellenzéki pártjaink, hogy az ellenfeleink beleszóljanak, és ezáltal lehetőségük legyen egy olyan változatot kialakítani, amit nem akarnak az RMDSZ tagok, vagy ami előnytelen az RMDSZ számára. Székelyudvarhelyen március 13-án tartanak urnás előválasztást. A jelenlegi kiírás szerint a regisztrálásnak nem alapfeltétele az RMDSZ tagság. Felkerült az UNESCO világörökségi jegyzékének várólistájára Verespatak, közölte pénteken a Kulturális Minisztérium. Verespatakon már a bronzkorban hagyományos ércbányászat zajlott, ezt 1948-ban váltotta fel a nagyipari kitermelés egészen 2006-ig.
Ilyen szempontból Verespatak a világ egyik leghosszabban működő bányászati telephelye, ahol a kulturális és természeti örökség szervesen olvad egyé a természetbarát kitermeléssel. A várólistára való felvétel előfeltétele a térség világörökségé nyilvánításának. Nyilvánosságra hozza az adóhatóság azoknak a magán és jogi személyeknek a nevét, akik tartoznak az államnak. Jogászok szerint az intézkedés révén a személyi adatvédelemre való jog sérülhet. A jogi személyek esetében az adósok adatainak a nyilvánosságra hozása már bevált gyakorlat, ezt eddig is negyed évente közölte az adóhivatal. Az új rendelet értelmében az adóhatóság először hozza nyilvánosságra a magánszemélyek állammal szembeni tartozását. Azok kerülnek fel a listára, akik 100 lejnél nagyobb adósságot halmoztak fel az állammal szemben. Lesz április elején egy ilyen tevékenység, hogy felszólítjuk őket, hogy igenis fel lesznek téve a honlapunkra. Amennyiben 5 napon belül nem törlesztik, akkor felkerül az összeg és a személy. De ezt előre értesítjük az adófizetőket. Hozzátette, az intézkedéssel a magánszemélyeket akarják ösztönözni, hogy mielőbb törlesszék tartozásaikat. Jogászok szerint a rendelkezés az adatvédelmi törvény hatálya alá is esik. Az adatvédelmi törvény hatálya alá is esik ez a rendelkezés, csak az a probléma, hogy az adatvédelmi törvény ezekkel az adatokkal kapcsolatosan azt mondja, hogy amennyiben törvényes kötelezettsége valamilyen szervnek ezeknek az adatoknak a feldolgozása, akkor nem szükséges az illető személy előzetes hozzájárulása. És ismétlem, mivel egy törvény írja elő a pénzügyi hivataloknak ezt az adatközlési kötelezettségét, ezért ezt, ameddig a törvény nem módosul, ezt nem lehet módosítani. Csak törvénymódosítással vagy alkotmányjogi kifogás emelésével lehet konkrét lépéseket tenni az ügyben, mondja az ügyvéd. Az intézkedés viszont jó eséllyel nyilvánítható alkotmányellenesnek, mondja a híradónknak nyilatkozó Nikolai Gáldia, aki az Európai Emberjogi Bíróság egy korábbi precedens értékű döntésére hivatkozik. Az Emberi Jogok Európai Bírósága korábban egy Bara nevű személy Románia elleni perében úgy döntött, hogy két állami szerv, a pénzügyi hatóság, valamint az egészségbiztosító pénztár jogtalanul avatkozott be az adófizetők személyi jogaiba azáltal, hogy közzétette az adataikat. Ebben az esetben is hasonló jogi helyzet alakulhat ki. Az adóhatóság először áprilisban hozza nyilvánosságra a neveket, az akkori listák a március végi adóhátralékok állapotát fogják tükrözni. Eltörölte a bíróság a Marosvásárhelyi önkormányzatnak azt a határozatát, amely duplájára növelte a szemét elszállításának a díját. A felperes szerint ezáltal bebizonyosodott, hogy az önkormányzat indokolatlanul nyúlt a lakosság zsebébe. 2014. novemberében döntött a Marosvásárhelyi Tanács a szemétdíj emeléséről, a lakossági szemét esetében 3,89 baníról több mint duplájára, 8,78 baníra nőtt a szemétdíj, de a gazdasági egységek esetében is jelentős volt a drágítás, 46 lejről 105 lejre. A határozat indoklásában szállítási költségek fedezésére hivatkozott az önkormányzat, a Maros megyei ALDE vezetője azonban pert indított az ügyben. Arra hivatkozva emelték a szemétdíjat, hogy a hulladékot más megyékbe vagy Segesvárra szállítják el, csak hogy ez nem történt meg. Annak ellenére, hogy jelentősen emel díjat fizetett mindezért a lakosság, a szemetet egész évben a már lezárt szeméttelepre szállították, illetve dobták ki a domboldalra. Becslések szerint ez évi 2 millió eurós kárt okozott a város költségvetésében. A vonatkozó tanácsi határozatot most hatályon kívül helyezte a bíróság. Az ügyben megkerestük a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal illetékeseit, de nem voltak hajlandók kamera elé állni. A bíróság döntésére egy közleményben reagáltak. Jelenleg a szemétdíjak módosítására vonatkozó városi tanácsi határozat nincs felfüggesztve. Várjuk a bíróság indoklását, és ezt követően a jogi osztály megvizsgálja a döntés megfelebbezésének lehetőségét. A bírósági döntés 15 napon belül megfelebbezhető. Mégsem bonthatja fel egyoldalúan a távfőszolgáltatási szerződést Gyergyószentmiklóson az E-Sztár. A Marosvásárhelyi Táblabíróságon megszületett másodfokú ítélet végleges.
Az ügyben több ellentmondó ítélet született, a korábbi elsőfokú ítélet még a szolgáltatónak adott igazat a Gyergyószentmiklósi polgármesteri hivatallal kialakult jogvitában. A magyarországi tulajdonosi hátterű szolgáltató azért bontott volna egyoldalúan szerződést, mert azt kifogásolta, hogy az önkormányzat által megszabott árak nem fedezik a költségeket. Az önkormányzat szerint ebben a fűtési idényben biztosan nem kell a szolgáltatást átvenni. Bár az Elszár már kártérítési igényt is benyújtott, ez sem kell tárgyalás témája legyen. Az elmúlt napokban az Íztár benyújtott azt a kártérítési igényt, amelyet abban az esetben tudna érvényesíteni, hogyha felbontódna a szerződés. Mivel a tegnapi bírósági döntés értelmében a szerződés még mindig életben van, megítélésünk szerint ez a kártérítési igény egyelőre okafogyottá vált. Az alpolgármester elmondta, próbálják újra kezdeni a tárgyalásokat az Elsztár vezetőivel, közben pedig folyamatosan fejlesztik a hálózatot is. Fordulóponton a LEADER program és kerékpárút saját költségvetésből nézzük a híradó további témáit. Új szabályok a LEADER programban. Konzultációkon döntik el az új pályázási lehetőségeket. Kerékpárút önerőből. 2 kilométeres szakasz épül idén Székelykeresztúron. Új szabályok szerint fognak működni a LEADER egyesületek kiírásai a következő ciklusban. Az egyesületeknek 3 hónap áll rendelkezésükre, hogy konzultáljanak a települések lakosaival, felmérjék az igényeket és új ötletekkel álljanak elő. Vállalkozókkal, önkormányzatok és a civil szféra képviselőivel beszélgetnek a nyáredmente LEADER egyesület munkatársai. A találkozók egy 3 hónapos előkészítő program részét képezik, amelynek célja egy új fejlesztési terv elkészítése. Az előző ciklusban kifogásolták, hogy a nemzeti vidékfejlesztési projekteket kellett megvalósítani kisebb léptékben. Panaszuk most meghallgatásra talált. Tisztáztuk a héten minisztériummal, hogy milyen arányba vehetünk a helyi fejlesztési tervekbe nemzeti rendelkezéseket, nemzeti intézkedéseket. Van egy minimum, amit megengednek. Egy-két olyan intézkedés, ami a nemzeti vidékfejlesztési tervben népszerű, átvegyük. Aztán van, ez a nulla. Tehát gyakorlatilag minden, ami a nemzeti vidékfejlesztési tervben szerepel, annak nem szabad szerepelni a LEADER. Antal Zoltán azt magyarázta a résztvevőknek, hogy a nemzeti vidékfejlesztési terv nagyon komplex, nehéz olyasmit kitalálni, ami abban nincs benne, a kiírásoknak pedig nagyon sok szabálynak meg kell felelniük. Balási András arra biztatta a jelenlevőket, ne féljenek új, innovatív ötletekkel jönni. Az előző periódusban az volt a tapasztalatunk, hogy közösségeink egyrészt, ha vannak ilyenek, hogy közösségek sajnos valón szétforgácsolódtak, döntésképtelenek nagyon sok esetben, el vannak bátortalanodva, bizalmat elveszítették, ezért úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nehéz feladat lesz most, nem beszélve arról, hogy mindenre a konzultációra alig 2 hónapunk van, tehát április elejéig ezeket a konzultációkat stratégiává kell gyúrni. Ebben a stratégiában pedig a helyi igényeknek kell szerepelniük. Igyekeznek majd odafigyelni a civil egyesületek, alapítványok és egyházak kéréseire is, de különös hangsúlyt fektetnének a mezőgazdaság és az infrastruktúra mellett a biodiverzitás fenntartására és a szellemi értékek védelmére is. 2 tanfolyamot indít nyilvántartott munkanélküliek számára a Székelyudvarhelyen a Hargita megyei munkaerő elhelyező és szakképző ügynökség ebben a hónapban. Az érdeklődők vasbetonszerelői, illetve előkönyvelői tanfolyamra jelentkezhetnek. Székelyudvarhelyen szinte minden hónapban szerveznek különféle képzéseket, amelyeken ingyenesen vehetnek részt a városban nyilvántartott munkanélküliek. Ez a munkaerőpiacon való könnyebb elhelyezkedést segíti. Az évek során az építkezéstől kezdve a különféle nyelvtanfolyamokon keresztül egészen a pincér, eladó, előkönyvelő tanfolyamokig számos képzést szerveztek. Unió által elfogadott diplomát lehet szerezni ezek után a képzések után, és szerintem nagyon jó, hogyha valaki vállalkozik, hogy elvégzi. Mert úgy van a törvény, hogy ha nem tudunk munkahelyet ajánlani, akkor átképezhetjük, és ezért valamilyen formában kötelező is ezek a tanfolyamok a munkanélkülieknek. Néhány tanfolyam, mint például a most induló előkönyvelői népszerűbb, erre már be is teltek a helyek. A vasbetonszerelői képzésre viszont eddig csupán 8-an jelentkeztek, minimum 20 fő kell ahhoz, hogy elinduljon a csoport. Jelentkezni február 17-ig lehet.
A kéréseket a Bethlen Gábor utca 2 szám alatti irodában fogadják hétfőtől csütörtökig 8 és 16, valamint pénteken 8 és 14 óra között. 66. születésnapját ünnepli ma a kolozsvári Puk Báb Színház. Az évforduló alkalmából délelőtt ingyenes előadást, délután részletek a Puk Báb Színház történetéből címmel kerekasztalbeszélgetést tartottak. Előadásokról és bábszínészekről, a Puk Báb Színház életének eseményeiről készült fotókból kirakottva jelzi az előtérben, hogy az intézménynek a múltba kapaszkodó gyökere, hagyománya van. A bábszínházasok célja, hogy az előadásaik skálája annyira széles legyen, hogy a legkisebbektől a felnőttekig mindenkit meg tudjanak szólítani. Tele vagyunk tervekkel. Az egyik szempontunk az, hogy megpróbáljunk minden korosztálynak szóló a kínálattal jelen lenni Kolozsvár életében, és Kolozs megye életében is. Nemrég megnéztem, hogy milyen aktivitása volt a Puk Báb Színháznak tavaly, és rengeteget turnéztak szórványtelepülésekre is. Az irodalmi titkár elmondta, a jobb közönség kapcsolat kialakítása és ápolása, illetve további színvonalas előadások szerepelnek a rövid távú terveik között. A Báb Színházba látogatás a gyerekek számára jutalomértékű ebben az óvis csoportban. Úgy érzem, hogy egy olyan élményben részesültek, amit nem tudunk nekik tényleg nap mint nap megadni. És tehát az előadás alatt végig annyira figyeltek, annyira kíváncsiak voltak, annyira megfogta őket minden egyes mozdulat, minden egyes hang, úgyhogy nagyon örülök, hogy elhoztam őket ide. Az érdeklődők ma délelőtt Palocsai Kata rendezésében a Mimorozát című nonverbális előadást láthatták. Imádjuk, és én is láttam egy pár bohócot is, de annyi hülyeséget csináltak, hogy jaj. És miért szoktad megtapsolni őket a végén? Azért, mert ügyesek voltak. A Puk Báb Színház Magyar és Román Társulatának 1950-es indulása óta több mint 300 bemutatója volt. Gyarmati János szobrászművész 4 évtizedes munkásságából nyílt kiállítás a Marosvásárhelyi Kultúrpalota földszinti galériájában. Az egyéni kiállítása 40 év a forma világában címet kapta. A galériában kiállított legrégebbi alkotás Gyarmati János első éves egyetemista korából, 1976-ból származik, a legújabbat alig néhány hete fejezte be. A művész elmondása szerint 40 év munkásság alatt hű maradt kedvelt témaköreihez. Engem az ember érdekelt elejétől fogva, az embernek a küzdelme saját magával, az idővel. Tehát én a témakört ezt nem hagytam el, és ezt fogom gondolom, hogy továbbra is folytatni. Az alkotások többsége az ember saját magával, valamint az idővel folytatott küzdelmét ábrázolja. Gyakori motivumok az új, a kéz, a könny, de sok a bibliai és a mitológiai elem is a kis plasztikáin. A kiállítást megnyitó Nagy Miklós Kunt jól ismeri Gyarmati János munkásságát, amelyről 2 könyvet is írt. Marosvásárhelyen ez a kiállítás is bizonyítja egyértelműen, hogy ez a város nagyon erős a szobrász művészek tekintetében. Én elkezdtem számolni magamban, és legalább 20 olyan nevet tudtam felsorolni, akik igazán fontos művészek, közülük is ez a kiállítás bizonyítja, Gyarmati ott van az élvonalban. A megnyitón a terem zsúfolásig telt érdeklődőkkel, a művész barátaival, csodálóival. A tárlat február végéig tekinthető meg. Kerékpárút épül Székelykeresztúron. A 2 kilométeres szakaszt 1 millió lejből valósítják meg, a tervek szerint még ebben az évben. Ez nem csak szépen hangzik, hanem szükség is van rá, mondják a helybéliek. Jelenleg ezt a kerékpárutat használhatják a székelykeresztúriak. Az Orbán Balázs és a Kossuth negyedeket köti össze ez a 700 méteres szakasz. Ez jó az a bicikli. Úgy látom, mert nem kell idegesködjön az ember, hogy no, jön a kocsival, jön valami. Ha bétartja a szabályt, akkor jó. Hát mindenki örülne annak, mert a több lenne biciklibordban is. Reméljük, hogy meg lesz.
meg lesz rá a pénz, akkor biztos megcsinálják. Keresztúrnak nagyobb része biciklivel jár. Az önkormányzat már 2012-ben pályázott egy 11 kilométeres kerékpárút kiépítésére, amely az egész városra kiterjedt volna. Bár a pályázat nyert, az akkori kormány bukása miatt a bicikliút megvalósítása is dugába dőlt. Az igény nagy rá a városban, ezért a polgármesteri hivatal úgy döntött, egy kis szakaszt önerőből épít meg. Nem is csak igény, talán szükségszerűség is, mert itt nincsen tömegközlekedési eszköz, autóbusz vagy ehhez hasonló, csak taxik, amikre szorulhatnak a keresztúriak. Munkában is nagyon sokan biciklivel járnak, és azt döntöttük, hogy azzal a pénzzel, amit mi önrészre a pályázathoz félretettünk, elindítjuk ezt is önerőből. A meglévő 1,1 millió lej egy 2 kilométeres szakaszra elég. Az új kerékpárút a meglévő folytatása lesz, és a város széléig, a gyárakig tart majd. Amint az időjárás megengedi, hozzá is kezdenek a munkálatokhoz, és a tervek szerint még az idén befejezik. Részt vesz Románia a téli triatlon VB-n. Sporttal folytatjuk a híradót. Huszonkét sportoló képviseli Romániát a téli ifjúsági olimpiai játékokon. A norvégiai Lillehammerben február 12-e és 21-e között kerül sor a fiatalok olimpiájára. Székelyföldről csupán Márton Enikő, a csíkszeredai ISK sílövője lesz jelen a rangos eseményen. Az edzők közül pedig Márton Szilárd kíséri el. Más sportágakban viszont lesznek még erdélyi magyar szakemberek. Magdó Csaba a síugrókat, Elekes Levente pedig a hokisokat kíséri el. A romániai sportolók közül az éremesélyesek között csupán a csíkszeredai Márton Enikőt tartják számon, aki legutóbb az ifjúsági világbajnokságon a nála 2 évvel idősebbek között a 17. lett. Biztos résztvevője lesz a férfi kosárlabdabajnokság felsőházi rájátszásának a Maros Kosárlabdaklub. Az együttes a Dinamo vereségével már matematikailag is bebiztosította helyét a legjobb 6 között. A Maros Kosárlabdaklub következő ellenfele a Krajova csapata lesz, a mérkőzésre holnap kerül sor. Először vesz részt Románia a téli triatlon világbajnokságon. Az eseményre 2 székelyföldi sportolót nevezett a szakszövetség. Konc Sándor sepsiszentgyörgyi sportoló lesz az első romániai férfi, aki részt vehet az ausztriai téli triatlon világbajnokságon. Sása, ahogy öt sportberkekben becézik, utoljára 1999-ben vett részt felnőtt világversenyen, azóta csak hobbi szinten versenyzett. Elmondása szerint teljesítménye kiegyensúlyozott, és ez lehet a nyerő. Őszintén erősségem kimondottan egy ágban sincsen. Én egy eléggé konstans sportoló vagyok, tehát nem mondhatom azt, hogy mostan nagyon erős vagyok futásból vagy bringázásból. Ez régebb volt igazából, az erősségem a bringázás volt. Az most egy kicsivel alább hagyódott, de viszont kiegyensúlyozottan mind a 3 sportban elég jól teljesítek. Koncz Mónika sífutásban már 2 olimpián is képviselte Romániát, és mióta szült, azóta triatlonban is jeleskedik, most mégis úgy érzi, van egy kis lámpaláz a VB előtt. Rég nem voltam ilyen világszintű versenyen, ebben a sportágban abszolút, és valószínű, hogy azért nagyon izgulok. Amúgy is egy izguló típus vagyok, de most valahogy kivételesen, mivel 3 sportágból áll, így a váltások hogy fognak összejönni, hogy lesz a futás, hogy lesz a bicikli, és várom a sífutást, hogy érezzem azt, hogy otthon vagyok. A sportolók elmondása szerint az ausztriai világbajnokság éremesélyesei az oroszok, olaszok és norvégok, de az újonc romániaiak okozhatnak meglepetést. Ez volt a híradó, mutatjuk a szombati időjárás részleteit. Viszontlátásra! Thank you.
A hójelentést támogatta a Madarasi Hargita Síközpont, a székely síparadicsom.